bízom benne, hogy kicsit később, idősebb korában is lesz feladata a közösség területén is. Úgyhogy én abban bízom, hogy vannak itt olyanok, akik néhány év múlva már nem a diákparlamentnek, hanem adott esetben a felnőtt parlamentnek is tagjai lesznek, hova tovább esetleg városokat, településeket fognak vezetni, és fölvállalják akkor is a közösség ügyeivel történő felelősségteljes foglalkozást. A következő két napban kívánok nektek nagyon jó szórakozást, érezzétek jól magatokat, rengetegen dolgoztak szervezőként, akiknek ezúton is külön köszönöm a ti nevetekben is az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ez a két nap ez érdekes legyen, élvezetes legyen, emellett pedig értelme is legyen. Úgyhogy azt kívánom, hogy vessetek föl minden olyan kérdést a szekcióüléseken, adott esetben plenáris ülésen, az egyes témákkal karöltve és keretén belül, hogy benneteket 2014-en itt lévő diák önkormányzati képviselőket, küldötteket foglalkoztatnak.